estét kívánok! A híradót látják itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban 2016. május 18-án, szerdán 19 órakor. Főbb híreink először röviden. Rekordszámú nevezés, idén is népszerű a gyermekkertépítő verseny. 2017-es költségvetés, sajtótájékoztatót tartott a Fidesz és az MSZP. Autós üldözés, karddal és golfütővel támadt az autósokra. Idén már 6. alkalommal rendezik meg városunkban az Aprókezek Csodakertek elnevezésű gyermekkertépítő versenyt. Ezúttal rekordszámú nevező csapattal várják az érdeklődőket a szervezők június 5-én 9 órától a Magyar utcán. Rekordszámú nevezés érkezett az idei Aprókezek Csodakertek elnevezésű gyermekkertépítő versenyre. 32 csapat dolgos kezei fogják megszépíteni a Magyar utcát június 5-én 9 órától. A 32 csapat nem csak abban különleges a létszámában, hanem onnan érkeznek, hiszen Székesfehérvárról és egy Székesfehérvár melletti községből is jön csapat. Tehát ez a verseny így országos szintévé nőtte ki magát, és ezt el kell mondjam, hogy ez a székesfehérvári csapat a Magyarországon a legnagyobb autista gyermekekkel foglalkozó intézményből kerül ki. Tehát innen érkeznek a gyermekek, akik sérült gyermekként fogják ezt a versenyt minden szépségével együtt megélni. A verseny népszerűségét nem csak a nevezők száma bizonyítja, hanem az is, hogy minden éven folyamatosan bővül a támogatók köre is. Ma már Mosonmagyaróvár nagy, közép és kis vállalatai is a kezdeményezés mellé álltak. Azt élem meg mindig nagyon kellemesen, ha egy-egy ilyen kezdeményezés szépen kifejlődik, és szolgálja azokat a fajta városi érdekeket is, amit azon túl, amit az Ákos elmondott, tehát a környezetszépítés, a nevelési célokon túl látványossá és szépé teszi a városunkat. Talán múlt héten találkoztunk egy ilyen programmal, ami hasonlóan szépen fejlődik a Magyar utcán az oldtimerekhez kapcsolódó program, és akkor most ugye jön a következő, amelyik most már 6. alkalommal tényleg jó hírünket viszi az országba. A csoportok idén is értékes díjazásban részesülnek. A hazavihető pénzösszegből többször előfordult már, hogy kirándulások egészét vagy részét tudták finanszírozni az indulók. Így több szempontból is megéri némileg piszkosnak lenni, beültetni virágokkal és szépé varázsolni a Magyar utcát. Az aktuális költségvetésről tartott sajtótájékoztatót Nagy István, ahol főként a lehetőségeket és a változásokat emelte ki az országgyűlési képviselő. Mára már hagyománnyá vált, hogy Nagy István a költségvetési vita során tájékoztatja a választókerület lakóit az aktuális költségvetés lehetőségeiről, változásairól. Ennek keretében az országgyűlési képviselő múlt héten tartott sajtótájékoztatóján elhangzott, több szempontból rendhagyó a jövő évi költségvetés. Elsőként megváltozott a szerkezete, ami három fő részből áll. Az első rész a működési kiadásokat mutatja, második része a beruházásokkal foglalkozik, míg a harmadik része az Európai Uniós források eloszlását, felhasználását tükrözi. Rendhagyó azért is, mert most először fogalmazódik meg az az elvárás a magyar költségvetéssel szemben, hogy működési oldalát tekintve nullás legyen. Azaz, addig nyújtózkodjunk, ameddig a takaró ér, hogy ne növeljük működés szempontból a költségvetés hiányát. A képviselő hozzátette, a fejlesztési és beruházási oldalon engedélyezett a hiány növelése, de fő cél, hogy a működési oldalon nullás legyen a költségvetés, és a közigazgatás rendezkedjen be arra a szintre, amit a magyar gazdaság fent tud tartani. A sajtótájékoztatón elhangzott, Magyarország ma már stabil lábakon áll, növekszik a gazdaság, visszafizették a hiteleket, és csökkenő pályán van az államadóság. A jövő költségvetés biztosítja, hogy minden magyar ember tehessen egy lépést előre. Ezt azt hiszem elég sokszor hallhattuk. A 2017-es költségvetés mindenek előtt az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetése lesz. A jövő évi büdzsé 3,1%-os gazdasági növekedéssel, 0,9%-os inflációval és 2,4%-os államháztartási hiánnyal számol.
Ennek megfelelően 71,9%-ra csökken az adósságmutató, mely 1,6%-ponttal alacsonyabb a 2016-osnál. Nagy István elmondta, jövőre 15%-os lesz a személyi jövedelemadó kulcsa, ami legalacsonyabb Európában. A sertéshús háfája 2016. januárjától 5%-ra csökkent, aminek hatására növekedett a fogyasztás is. A jövőben még több élelmiszeripari termék áfáját csökkentik. 2017. január 1-től az áfacsökkentés a tejre, a baromfi húsra is kiterjed, ezeknél is 5%-os lesz az áfa. Azt gondolom, hogy nem kell hangsúlyozni, hogy ez az árcsökkentés gyakorlatilag a társadalom minden rétegét érinti, és mindnyájunknak több pénz marad majd a pénztárcájában. Az áfa csökkentések mellett jövőre minden szakterület számára többletforrást juttat a költségvetés. Oktatásra 270 milliárd forinttal, egészségügyre 167 milliárd forinttal, a társadalom biztosítási és jóléti szférára 155 milliárd forinttal, a kulturális tevékenységre 66 milliárd forinttal, a sport és szabadidős ágazatokra pedig 22 milliárd forinttal jut több, mint idén, hangsúlyozta Nagy István a sajtótájékoztatón. Főként a vidéki települések fejlesztésére helyezné a hangsúlyt az MSZP a 2017-es költségvetésben, hangzott el a múlt héten tartott sajtótájékoztatón, ahol Beke Károly a párt helyi szervezetének új elnöke számolt be terveikről. Először tartott sajtótájékoztatót Beke Károly, az MSZP helyi szervezetének új pártelnöke az Irodaházban múlt héten. Ennek oka a 2017-es költségvetési törvény parlamenti tárgyalása volt, aminek ügyében úgy érezte a párt, fontos, hogy megszólaljon. Ma azt látjuk, és azt is tapasztaljuk, és minden beszélgetésem ezt mutatja, hogy a 2017-re tervezett költségvetés egy rossz kormány, rossz költségvetése, és nem csak azért, mert sokaknak nagyon keveset ad, és bizonyos köröknek pedig sokat, hanem azért is, mert a kis települések, a falvak és a vidék nagyon rosszul jár ezzel a 2017-es költségvetéssel. A sajtótájékoztatón az új elnök hangsúlyozta, a 2017-es költségvetésben csökken a családi pótlék, az árvasági ellátás, az özvegyi nyugdíj, míg a luxusberuházások kiadása növekszik, mint például a budai vár rehabilitációja. Az elnök szerint nagy probléma van a vidéki települések fejlesztésével is, mivel sem hazai, sem pedig Európai Uniós forrás nincs biztosítva arra, hogy fejlődjenek a települések. Erre a célra 2020-ig mintegy 120 milliárd forint állna rendelkezésre, amit 1700 önkormányzat vehetne igénybe, ha rendelkeznének megfelelő önrésszel. Az elmúlt hetek beszélgetései és tapasztalatai alapján az MSZP Moson-Magyaróvár és környéke szervezetének nevében én kéréssel fordultam az MSZP parlamenti frakciójához. Azzal a kéréssel, hogy nyújtsanak be módosító javaslatokat a 2017-es költségvetéshez a Szigetköz, a mosoni sík és a fertőhanság érdekében. Hiszen azt kevesen tudják, hogy az MSZP Moson-Magyaróvári szervezetének működése nem egyenlő csak a várossal, hanem a térségben működő, megtalálható településeket is próbáljuk átkarolni, felölelni. A párt által benyújtott módosító javaslattal a többi között kezdeményezték egy keret létrehozását, hogy felújíthassák a szigetközi kerékpárhálózatot, aminek építése 2004-ben kezdődött meg. Jelenleg azonban nincs arra forrás, hogy az elavult részeket rehabilitálják. A módosító javaslatban indítványozták a Szigetköz, Mosoni sík, Fertőhanság alsóbrendű útjainak felújítását is, valamint a víziturizmus fejlesztését, például a kempingek, turistaházak és turista útvonalak korszerűsítését, mivel a térség jelentős bevétele innen származik. A sajtótájékoztatón elhangzott, mivel Moson-Magyaróvár mezőgazdaságáról és élelmiszeriparáról híres, ezért kezdeményezik a Szigetköz Mosoni sík szociális szövetkezet létrehozását. Ebben a programban összekapcsolnánk a helyi termelőket, a helyi gazdálkodókat, az általuk termelt termékeket, az önkormányzatokat, a települési vezetőket és a közfoglalkoztatottakat is, azért, hogy a helyi termékek, a helyi mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek ne csak egy plusz jövedelemszerzési lehetőséget teremtsenek az itt élőknek, hanem
értékes munkát adjanak a közfoglalkoztatóknak, és lehetőséget teremtsünk arra, hogy a helyi termékeknek piaca legyen. Az MSZP helyi szervezete fontosnak tartja az egyetem központi épületét jelentő vár felújítását is. A pártelnök szerint Moson-Magyaróvár láthatóan fejlődik, de a környező településeknek nincs erre lehetőségük. Ezért arra kéri a térség országgyűlési képviselőjét, hogy támogassa a kezdeményezéseket a parlamentben. Egy bérelt autóval szándékosan többször nekihajtott egy nagyértékű gépkocsinak egy férfi, majd egy karddal megrongálta azt még 2015. decemberében. Áll a győri járási és nyomozóügyészség vádiratában. Egy másik alkalommal járművével üldözött és többször leszorított egy autót az útról. A vádirat szerint a 39 éves férfit mindkét esetben az motiválta, hogy felesége vélt szeretőjén bosszút álljon. Ahogy az a felvételeken jól látszik, szándékosan és többször is nekihajtott egy férfi egy parkolóautónak még 2015. decemberében. Akkor a parkoló biztonsági kamerája rögzítette az esetet, ami szerint a vádlott gyermekét kiszállította saját autójukból, majd még többször nekihajtott a parkoló járműnek. Ezután egy 40 cm élhosszúságú karddal rongálta meg az autót, amiben több mint 2 millió forintos kár keletkezett. Néhány nap múlva a férfi levélre utazott, majd az előtte haladó autót megelőzte, előtte keresztben megállt, és a járműből kiszállva egy golfütővel kezdte el fenyegetni a másik sofőrt, aki ilyetében megfordult és Moson-Magyaróvár felé indult. A vádlott férfi utána ment, majd megpróbálta az útról leszorítani, a vétlen sofőr azonban ismét megfordult és Hegyeshalomba menekült. Itt a főutcán az elkövető az üldözött autót utolérte, azt megelőzve és vészfékezve a járművet a patkához szorította, úgy, hogy közben az autók érintőlegesen ütköztek. Miután az idegen autós ütközésüket követően a rendőrségre menekült, a férfi dühében golfütővel a kezében csapkodott az arra járó haladó autók irányába. Mikor a vádlott észrevette, hogy a korábban leszorított járművezető rendőrökkel tér vissza a helyszínre, Ausztriába menekült, ahol azonban az autója leállt, így a rendőrök külföldi kollégáik segítségével elfogták. Az ügyészség az elkövetőt 5 bűncselekménnyel, felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettével, rongálás büntettével és rongálás vétségével, közúti veszélyeztetés büntettével és közlekedés biztonsága elleni büntettel vádolja. Már csak péntekig van idő a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására és az adó megfizetésére. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron megyei adó és vámigazgatóságának Moson-Magyaróvári ügyfélszolgálata közelgő határidő miatt meghosszabbította a nyitvatartását. Május 19-én csütörtökön és május 20-án pénteken 8 órától 16 óráig várják az ügyfeleket. A rendkívüli nyitvatartás ideje alatt leadható a személyi jövedelemadó bevallás. Az ügyfelek igényelhetnek csekket és segítséget kérhetnek bevallásuk elkészítésében. Bankkártyával befizethetik az adót, valamint ügyfélkaput nyithatnak. A Moson-Magyaróvári Vízisport Egyesület evezős szakosztálya 19 ős csapattal vett részt az elmúlt hétvégén Budapesten a Csepeli evezős pályán megrendezett Csepel Kupa Jásdi Sándor emlékversenyen. A 21 egyesületet felvonultató eseményen eredményesen szerepeltek az MVSE versenyzői. A mieink 7 aranyérem mellett 44 ezüst és bronzérmet lapátoltak össze. Felkészítő edző Glázer Rebeka és Posgai Pálma voltak. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. A mai hírháttérben Zalánné Gici Erna, az Idősek Bentlakásos Intézményének vezetője lesz a vendégünk, utána a Székely Konyha című magazin műsort nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb holnap este a szokott időben, azaz 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!